Üdvözlök mindenkit! Ezúttal egy egeret fogok bemutatni, méghozzá a Genius Gila nevű egeret. Jó, nem tudom, hogy kell kiejteni, Gila vagy Gila, vagy ahogyan tetszik. Nézzük először is, mik vannak a dobozon. 2013. Ez biztos jó lehet. Érdekes, egy doboz kialakítása van. Itt láthatjuk a programot. És leírást. Elején, hogy hogy néz ki az egér, egy ilyen dombor nyomott képen. Nagy GX Gaming Fire. Na, hátulján szintén egy dombor nyomott kép. Még gépigénye is van, emberek. Itt van, hogy mi van benne a dobozban. Na, hogy kell kinyitani? Ez egy ilyen mágneses dolog. Mágneses. Így kinyitjuk. Na, és itt van egy-két leírás, hogy mégis mit tud. 1,8 méteres kábel, beépített memória. Hoppa! Telefon! Hallgassátok a telefon! Tomja, figyelj! Figyelj, mindjárt elkezdi a hárlemséget! Elkezd villogni, mint a barom! Mare! Most már a telefonomon is hárlemsékkezik, baszki. Na, visszatérve az unboxingra, gyerekek. Na szóval ott tartottunk, hogy mi van még itt. Fasz a világítás van rajta, akkor angel snapping funkció, fogalmam sincs, hogy mi az. Magic roller. Loller. Mi van még itt? 72 makró, 6 játékos profil. 8200 dpi választható. 16 RGB color, tehát lehet változtatni a színeket. Lehet bele súlyt rakni. Ott van a program. Faszok. Na, itt az egér maga. Biztos kérdezik, hogy mi a francért veszek én egeret, mikor már van egy elég jó. Semmi egyéb, meg semmi extra, mind kipróbálom, hogy milyen. Tehát nagyon régóta van nekem... kezdem felbontani közben. Nagyon régóta van nekem ilyen Logitech egereim, tehát... Volt, van ez a G9X most, de volt előtte a francba, hát ha ennyire van meg azt, hogy nem bassza meg. Nehogy fel lehessen bontani elsőre, áh! Egy a francér. Ne fenye. Még hat helyen le van ragasztva, emberek. Nehogy fel tudjam bontani elsőre. Kibontás. A legnehezebb. Nem tudom, ma visszavinni garanciában, mert szétszedtem a dobozt. Na, így már. Na végre. Hát hihetetlen, ilyen doboz becsomogással láttam még. Na. Kilettem a belsejét. Más nincsen benne. Tehát most már itt van. Hoppa. Így, na, kiesett az alja. Ebbe találunk szerintem egy leírást, meg egy telepítőlemezt, de nem is nézem. Na, ezt viszont szépen fel lehet bontani. Így van, ez egy hát matrica, nem tudom, matrica lehet érdekes. Na, egy telepítőlemez, vagyis CD, egy leírás, és egy ilyen még jobban kinéző leírás. Ez amúgy egy ilyen MMORTS egér, ma azért volt ennyi gomb, de hát az csak egy dolog, attól még lehet másra is használni. Na, még egy érdekes kibontás, nem mondom, olyan doboz ez, hogy hihetetlen. Csak a Genius tud ilyen doboz gyártani. Itt most már az egert láthatjuk. Szép nagy egér, tehát nem olyan kis picike. Na. Ez az egér. És a hozzátartozó súlyok. Na. Tehát itt az egér, itt a súlyok. Itt vannak. Gondolom, amit megnyomjuk a gombot, akkor... Igen, pontosan, tehát...
Ezért olyan nehéz kinyitani. Na, így van. Hát ilyen kis gombelemszerű súlyok vannak benne. De legalább ezt is kapunk hozzá. Na és itt az egér. Maga. Nézzük meg közelről. Görgő, gombok. Oldalt is gombok. Eléggé szép dizájn kapott még a vezeték is. Az USB sem egyszerű, tehát nem az a sima, hanem azért szépen ki van dolgozva ez is. A csatlakozása. Nézzük meg az alját. Ott a lézer. Itt meg bele lehet tenni a súlyokat elvileg. Igen, tehát itt le lehet ezt nyitani. Látjátok? És be lehet rakni a súlyot. Igen. Továbbá gomb még itt. Oldalt már nincs több gomb. Itt van elől a két világító szem. Amúgy jó néz ki, tehát a dizájnja is barom jó. Nézzük meg. Még azt mondom, hogy kézre áll, tehát ez így fasza. Tehát nekem kézre áll ez a billeny, ez egér, és ahogy nézem, bal jobb kezes. Tehát igazából balkezesek is szerintem használhatják. Na, hát akkor csatlakoztassuk a géphez. Nézzük meg, hogy mi történik első csatlakozásnál. Jó, közben videót konvertáltam. Ja. Kilépek. Ja. Na, és addig lerakom ezt ide. És addig én csatlakoztatom. Jó, az a kábel lefogató is. Jó, 1,8 méteres kábel szerintem mindenhova elég lesz. Bőven. Bőven. Jó. Na. Félretesszük. Jó. Ja, ez a billentyűzet volt a frenébe. Az. Elvileg. Na most igazából teljesen mindegy, hova rakom be. Most bedugom ide a gép elejébe, mert most a fene fogja ezt kibányászni, hogy most azért fél órás videót csináljunk. Na, nézzük. De viszont mi szálljuk kivennem a másikat, mert akkor már egyszerre két egér fog menni. Na, vagy melyik lehet? Igen, ez volt az egér. Jó. Oké. Okay. Na. Éppen bedugjuk ide ezt a elejébe. Fordítva. Na. Ölni. Jó. És már itt világít is nekünk. Görgő az zöld. Felirat zöld. Hátulja kék. Nézzük meg, hogy működik. Fú, nagyon jó kezelni. Nagyon jó kezelni, azt mondom. Faszán kézreállít, van a DPI beállítás. Eléggé sötét van itt a sarokban. Mindegy, telepítsük fel a programját, amit hozzá kaptunk. Még szokni kell majd egy kicsit, de szerintem jó lesz. Uh-huh. Jó, azt mondja, hogy indul a telepítés. Jobb mondva beolvassa még egyelőre, még mindig. Egyetlen egy darab fájlból áll egy 16 megabájtos alkalmazás. Na, választjuk a nyelvet, oké, okay, next, 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 install. Ja. Na, restore computer later, ja. Na, ott van a programja. Na, akkor már itt kezelőfelület. Makro, settings, mi minden tudjon. Ja.
Ja, itt vannak a profilok alul. Na, itt vannak a makrók. Advanced settings, tehát itt be lehet állítani még a DPI range-eket. Scroll speed-et is, hányat scrolloljon egy. Na, a light speed, vagy light, tehát hogy milyen színű legyen. Intensity, pulsation. Tehát akár úgy is beállíthatjuk, hogy villogjon ez itt nekünk középen. Elvileg. Mi ez a loading itt? Nézzétek! Na és tényleg, működik. Na, faszán világít. Jó, de nekünk elég lesz az a kék, el is kék. És igazából steady. Tehát nekünk nem kell, hogy így villogjon. Ja, most loading, hát elég sokáig tart, mit tudom, mire bekapcsolja ezeket a funkciókat. Ja, most elvileg be van kapcsolva, most már faszán simán csak világít. Itt van elől is látni. Nem rossz, nem rossz. Na nézzük. Hangerő szabályozó, figyeljétek ezzel a két gombbal. Na, a DP-t hol lehet állítani? Azt mondja meg valaki nekem. Aha, tehát ott a középső gombot kell nyomogatni, ezt, és akkor ott lehet a DP-t állítani. Ez a baromi gyors, ez a nagyon lassú, ez meg az elfogadható, ami nekem kell majd szerintem, igen, kb. Így. Nem rossz, tehát eléggé testre lehet ezt szabni. Itt a sensitive, hány hercen menjen, azt is. DPI settingek. Ez stage, ugye. Nem rossz, nekem kézre áll. Ide rakom mellé a G9X-et. Igazából majdnem, hogy egy méretű, a G9X talán egy kicsit szélesebb. Nem is gondoltam, hogy egyszer egy Genius Egeret fog venni, mert igazából ez, tehát barom jó szerintem. De majd kipróbálom játék közben is, de még egy-két beállítást itt megnézegetek rajta, aztán meglátjuk. Majd a videó alá esetleg leírom, hogy mik a tapasztalataim. Igen, itt lehet látni, hogy DP plusz minusz, azt is be lehet állítani, DP switch. Hát mindent, rengeteg mindent be lehet állítani rajta. És egy MMO-nál, vagy mint tudom, egy BF3-nál ilyen makrókat berakni, tehát az nem is rossz ötlet. Igazából a G9X-nél nem is lehet ilyen makrót, csak mondjuk a billentyűzeten. Na mindegy, tehát szerintem jó, meg kell egy kicsit szokni. Na hát mégis ennyi lenne a bemutató videója. Hogyha esetleg nem jön be, akkor majd eladom, de azt majd kiírom, hogy PH-n eladó, vagy valami, és akkor azt meg lehet venni esetleg. De így elsőre baromi jó, tehát az ára az 16 000 forint, nem is olyan drága, és mégis azt mondom, hogy ez egy elég jó egér, tehát nekem bejön így elsőre. Nagy is pont illik a kezemhez, tehát nekem ilyen böcek nagy kezeim vannak, tehát elsőre azt mondom, hogy fasza. Ja, beteszek mondjuk egy-két súlyt, egy kicsit nehezebb legyen, aztán annyi. Ja. Ó, jó lesz ez, meg lehet szokni. Na, köszönöm a figyelmet, akkor sziasztok! Let's do the Harlem Shake!